mai napig a legnagyobb összeszerelő üzemek közé tartozik. A gyártás 1908-as megkezdésétől az elektromos autók világáig idézték fel a vállalati és technológiai fejlődés történetét a cég karrierprogramjának részeként tartott előadáson. Az intézmény és a világmárka helyi képviselete közt régi a kapcsolat, programjukkal a szakmát kívánják népszerűsíteni. A tatabányai márkakereskedéssel több mint 10 éves már az úgymond munkakapcsolatunk, szakmai kapcsolatunk, ami abból áll, hogy a gyermekeinkből nagyon sokkal voltak már náluk gyakorlaton. Ez volt évközi gyakorlat, vagy éppen nyári gyakorlat, összefüggő nyári gyakorlat, és utána pedig vannak olyan tanulóink, akik ott is maradtak. És büszkén mondhatjuk, hogy azóta is megállják a helyüket, és van, aki már előkelő pozícióban is dolgozik. Segítik a tanáraink munkáját is, mert van egy olyan programjuk, egy elektronikus program, ami pedig a mi tankönyveinknek a kiegészítése, különböző szerkezeti egységek, alkatrészeknek a bemutatását teszi lehetővé. Nem bírálja felül a vezető döntéseit, de speciális szenzorok segítségével önállóan parkol ez az autótípus. A technika működését most testközelből is megismerhették a résztvevők. A társadalmi felelősségvállalás részeként a cég kihelyezett tanórákat is tart, tanulmányi versenyeket és továbbképzéseket szervez. Elmondásuk szerint a szakember hiány már érezhető a szervizek kapacitásában. Több esetben tapasztaljuk, hogy az autótulajdonosok nem csak az autókkal szemben támasztanak nagyobb igényt, hanem egyre inkább a műhelyben dolgozó szerelők től is egy magasabb szintű szolgáltatást kívánnak. A szerelőszakma hiány szakmává vált Magyarországon az elmúlt években, és az a tapasztalat, hogy a szerelő tanulók körében egy olyan általános kép alakult ki, hogy alacsony bérezéssel kell szembesülniük, illetve több lábon állás szükséges ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak ezen a mai munkaerőpiacon. És mi azt gondoltuk, hogy a szakmában meg kell tartani ezeket a fiatalokat, és ennek elsődleges feladata az, hogy az oktatásban, illetve a képzésben az eszközöket biztosítsuk ezeknek a fiataloknak. A családi és mindennapi használatra szánt járművek mellett a kereskedés egy különleges darabját is elhozta a diákoknak. A 421 lóerős autó csoda nagyon népszerű volt, szinte sorfalat álltak körülötte a tanulók. A szervezők azt is elmondták, folyamatban vannak már az egyeztetések arról, hogy a cég oktatási célokra egy autót az iskola rendelkezésére bocsájthasson.